Kedves nézőink! A következőkben egyházi közvetítést láthatnak a Solti Híd TV csatornáján, immáron Full HD minőségben. A Solti Református templomban április 11-én rögzített Isten tiszteleten ige hirdetéssel szolgált Váradi Péter lelkész. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Magasztaljuk keresztény testvérek, Urunkat, Istenünket énekszóval, és énekeljük 25. Zsoltárunkat első versével. 25. Zsoltárunknak első versét énekeljük. A 25. Zsoltárnak első verse így kezdődik: Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram, és meg nem szégyenítetem, nem neved senki rajtam, mert szégyent nem vallanak, akik hozzád esedeznek, azok pironkodjanak, akik hitetlenül élnek. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Urunk Istenünk magasztalását. Énekeljük, kedves testvérek, 235. dicséretünket. A 235. dicséretünket énekeljük első három versével. A 235. dicséretnek első verse így kezdődik: Hallgass meg minket, nagy Úr Isten! Hallgass meg minket, nagy Úr Isten, e mostani nagy szükségünkben, és tekints meg minket mi életünkben, hogy ne essünk e földön hitetlenségbe, ördög kezébe, mert csak te vagy a világosság, életünkben te vagy igazság, mi sötét szívünkben nagy világosság, és szomorú lelkünkben te vagy vigasság, örök boldogság. Távoztass tőlünk hamisságot, add szívünkbe az igazságot, és a mi lelkünkbe nagy bátorságot, hogy nyilván elhihessük a boldogságot, örök országot. Fohászkodjunk.
a mi együttlétünk, Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása jöjjön a mi Urunktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek szent igéjét, úgy, amint azt olvasom előttetek a mai napra rendelt újszövetség ige szakaszból, olvasom előttetek az apostolok cselekedeteiről szóló könyvnek az első részét. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv első részének 15. versétől a 26. versig terjedő szakaszt. A fölolvasandó igét az apostolok cselekedeteiről szóló könyvnek első részéből a 15. verstől kezdődően leülve, figyelmes és nyitott szívvel hallgassátok. Azokban a napokban felállt Péter a testvérek körében, amikor mintegy 120 főnyi sokaság volt ott együtt, és így szólt. Testvéreim, férfiak, be kellett teljesednie az írásból annak, amit előre megmondott a Szentlélek Dávid szája által Júdásról, aki vezetője lett azoknak, akik elfogták Jézust. Közénk tartozott és részt kapott ebből a szolgálatból. Ez gonosz tettének jutalmából mezőt szerzett, de fejjel lezuhant, ketté szakadt derékban, és egész belső része kifordult. Közismerté is vált ez Jeruzsálem lakói előtt, ezért nevezték el azt a mezőt a maguk nyelvén a Keldamának, azaz vérmezőnek. Mert megvan írva a Zsoltárok könyvében, legyen a szállása pusztává, és lakó ne legyen abban, és az ő tisztségét más kapja meg. Szükséges tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik egész idő alatt együtt voltak velünk, amíg közöttünk járt az Úr Jézus, kezdve János keresztségétől addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk, még valaki tanúja legyen velünk együtt az ő feltámadásának. Ekkor kijelöltek kettőt, Józsefet, más néven Barsabbást, akinek mellékneve Justus volt, és Mátyást. És így imádkoztak. Urunk minden szívnek ismerője, te mutasd meg, hogy a kettő közül melyiket választottad magadnak, hogy megkapja ebben a szolgálatban, az apostolságban azt a helyet, amelyet Júdás elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson. Sorsot vetettek rájuk, a sors Mátyásra esett, és a 11 apostol közé sorolták őt. A Heidelbergi KT mai vasárnapra vonatkozó kérdés feleleteit olvasom előttetek. Mit értesz azon, hogy szenvedett? Az, hogy földi életének egész idejében, különösen annak végén, testében, lelkében elhordozta Istennek az egész emberiség bűne elleni haragját, hogy szenvedésével, mint egyetlen engesztelő áldozattal, testünket, lelkünket az örök kárhozattól megszabadítsa, és Isten kegyelmét, az igazságot és az örök életet elnyerje nekünk. Miért szenvedett Poncius Pilátus bírósága alatt? Azért, hogy ártatlan létére világi bíró ítélje el, és ezáltal megmentsen minket Isten szigorú ítéletétől, amely minnyájunkra várt volna. Nagyobb dolog-e az, hogy megfeszítették, mintha más halálnemmel halt volna meg? Nagyobb. Mert ezt tesz bizonyossá afelől, hogy ő magára vette azt az átkot, amelynek súlya rajtam volt. A kereszt halált, ugyanis Isten megátkozta. A Szentlélek Isten tegye áldása a mi szívünkben, az ige szavát, a hitvallás bizonyságtételét, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk és Atyánk, hálás szívvel vagyunk itt előtted ebben a hajlékban, ilyen szigorú és távolságtartó keretek között, de mégis köszönjük, hogy itt lehetünk, és a televízió felvétele révén azok is,
akik majd a képernyőn keresztül csatlakoznak hozzánk. Köszönjük neked, Urunk, azt a megengedő kegyelmet, hogy életünk napját a mai napra is megengedted. Bűnbánó szívvel nézünk vissza az elmúlt napokra, azokra az időszakokra, amikor nem töltöttük be a Krisztusnak parancsát. Hálás szívvel tekintünk vissza az elmúlt időszakra, akkor, amikor megőriztél, amikor dolgaink sikerültek, amikor áldásaiddal részesülhettünk. Urunk, könyörgünk azokért, akik nem lehetnek itt. Könyörgünk azokért, akik beteg ágyon vannak, akik kórházi ágyon vannak. Könyörgünk azokért, akik a kórházi ágyak mellett szolgálatot látnak el. Eléd hozzuk, Urunk, gyászoló testvéreinket, azokat, akiknek nehéz most szívük szavát megfogalmazni és kiönteni eléd. Ezért is kérjük a Szentlélek Istennek segítségét. Drága Szentlélek Isten, jöjj közénk, szentelj meg bennünket, szenteld meg a mi együtt létünket. Légy vigasztalója a vigasztalásra szorulóknak, légy bátorítója az elesetteknek, add magadat nekünk, hogy tudjunk élni az Úr rendelése szerint. Ezért kérünk most ezen az alkalmon is, segíts meg bennünket, szenteld meg szívünket. Amen. Az ige hirdetésére készülve, kedves testvérek, fennállva énekeljünk az Úrnak, énekeljük a 77. Zsoltárunknak első versét, a 77. Zsoltárnak első versét énekeljük, amely így kezdődik: az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek szent igéjét, amit olvasok előttetek. Olvasom előttetek Istennek igéjét a zsidókhoz írt levélből, a zsidókhoz írt levélnek 10. részéből, a 36. verstől a 39. versig terjedő szakaszt. A zsidókhoz írt levél 10. részéből a 36. verstől a fejezet végéig lévő pár verset hallgassátok figyelmes és nyitott szívvel. Mert álhatatosságra van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hit éj, hogy életet nyerjünk. Kérem a gyülekezetet, foglalja el helyét. Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket, és örülök, hogy ha most ilyen körülmények között is, de közöttetek lehetek, hogy együtt lehetünk itt a templomban, és otthon a tévékészülékek
a számítógép képernyők előtt. Valaki egyszer azt mondta nekem, hogy mi a jelen egyházában élünk, de a jövő egyházát építjük. És hogyha most az építkezésre gondolunk, akkor mondhatjuk azt, hogy Solt városának lakossága az most úgy tükrözi Magyarország lakosságát, Magyarországnak tükörképe, mert Magyarországra azt szoktuk mindig mondani, hogy a 10 millió szövetségi kapitánynak az országa, mert mindenki ért a focihoz, vagy mostanában mondhatnánk azt, hogy Magyarország a 10 millió vírus szakértő országa, mert mindenki ért a vírus kérdéshez. Most akkor mondhatnánk azt, hogy Solt város lakossága, az a 6000 plusz ember, az meg mind építési szakember, mert értünk hozzá. Mert hát véleményünk van. A sportcsarnok építéssel kapcsolatban, a városközpont építéssel kapcsolatban, a bölcsőde építéssel kapcsolatban, az ipari parkkal kapcsolatban, ezek nagyon jó dolgok. Nagyon jó, hogy fejlődik a település. Nagyon jó, hogy mindenkinek véleménye van róla. Én szintén szeretnék ehhez a sorhoz odaállni, beállni, de nem építészeti szakmai szemmel, mert ahhoz nem értek. Magamról el szoktam mondani a labdarúgással kapcsolatban is, már ha a 10 millió szövetségi kapitány országáról beszélünk, hogy én szeretem a focit, de érteni nem értek hozzá, így inkább csak csodálom és néha bosszankodok rajta. Na de, visszatérve az első gondolathoz, az eredeti gondolathoz, a jelen egyházához, hogy a jövő egyházát építjük, itt most látva a körülöttünk lévő építkezéseket, föl tudnánk sorolni, hogy mi mind erre van szükség. Kezdve az építő anyagokon át, a szaktudásig. Én úgy gondolom, hogy mindez megvan. És most már úgy szép lassan kezdek el lépegetni visszafelé az igéhez, a Solt város építkezéseitől, mert ha azok megvannak, ha megvan az építőanyag, megvan a szaktudás, akkor én még szeretnék ezen felül három dolgot elétek hozni, ami segít bennünket, hogy az az építkezés, az jól menjen végbe. Ez a három dolog, türelem, illetve álhatatosság, a hit és a kitartás, azaz a nem meghátrálás. Első renden, amire az embernek a legnagyobb szüksége van ma, én úgy gondolom, az a türelem. A türelem. Az, ami most áthatja mindennapjainkat, hogy meddig kell várni a nyitásra, a találkozásra, erre vagy arra. Ugyanis hozzászoktunk ahhoz, hogy a mi életünknek meghatározója a sebesség. A sebesség az, hogy tempósan haladunk, tempósan haladnak a dolgok. Ha valaki ma nekem a kedvemre szeretne tenni, legyen az bármilyen szolgáltató, az azt mondja, hogy a lehető legrövidebb határidővel én teljesítem a te kérésedet. Mert ki az közülünk, aki olyan szívesen elnézegeti a számítógép kijelzőjén azt a forgó homokórát, vagy most már ki tudja, milyen ikonok vannak. Most már eljutottunk oda, hogyha az ember betelefonál egy telefonos ügyfélszolgálatra, meglepődve tapasztaltam, hogy olyan
1-1,5 perc zene, dallam hallgatás után már a legtöbb fölajánlja azt, hogy tudod mit, inkább visszahívunk, ne várjál. Vagy amikor az ember megpróbálja megtervezni a bevásárlását, hogy mikor megy el és hogyan megy el, és akkor azt nézegeti, hogy akkor most melyik sorba álljak be a pénztárnál, ahol hamarabb kijutok. És nem csak az életnek ilyen mindennapos alkalmainál vagyunk úgy, hogy a türelemre szükség van, hanem szükség van a mi keresztény életünknek a megélésében is a türelemre, a mindvégig kitartásra, mert a sátánnak számtalan eszköze van, hogy megzavarjon bennünket. És hogyha nem tudnánk ezt a bizonyos gyümölcsöt teremni, mert ugye a lélek gyümölcsei közül az egyik a türelem, akkor hányszor és hányszor összeroskadnánk, addig, amíg ki nem jutunk, akár csak a kertkapuig. Mert valaki biztos, hogy szöszmötöl előttem. Nem igaz, hogy nem tudja eldönteni. Nem igaz, hogy nem tud egy kicsivel gyorsabban jönni. Nem igaz, hogy nekem kell rá várnom. Hány és hány ilyen dolog van? Hány és hány ilyen akadály van, ami nem kell, hogy teljes egészébe elvágja a mi utunkat, hanem csak egy picit kizökkent. Csak amikor valaki mellette, mint csak egy picit kitartja a könyökét. Amikor Calvin János nekiült, és elkezdte magyarázni ezt az igét, akkor azt mondta, hogy van egy nagyon találó kifejezése, hogy a sátán ravaszul mindenféle kellemetlenséget támaszt, hogy azokkal kedvünket szegje. Kellemetlenséget. Olyan, mint egy szúnyogcsípés, ami bosszantó. És ezek úgy folyamatosan jönnek. Mindig csak egy kicsi, mindig csak annyi, hogy az embernek a kedvét, úgymond az élvezeti értékét a dolognak elrontsa. És éppen ezért még két lépés sem tehetünk meg anélkül, testvérek, hogy a türelemből erőt ne merítenénk, mert az ígéretnek, amit Isten megígért, a szabadítás és az örök életnek, a rajtunk való beteljesedésének ez az egyik előfeltétele. Megmondom őszintén, hogy ez nekem is nagyon nehéz. Különösképpen most, amikor az ember a bezártság, elzártság időszakát éli, azt az időszakot éli, amikor otthon vagyok, csöndes magányomba, és igazániból azt csinálok, amit akarok. Nem tartóztat fel senki. Ha kitalálom, megcsinálom. Viszont akkor, amikor kilépek az utcára, amikor beülök az autóba, akkor bizony-bizony próbára tétetik az én türelmem is. De tudom azt, hogy az én Uram Istenem soha nem terhel túl engem. Mindig csak annyi terhet rak ránk az Isten, amit el tudunk hordozni. Még akkor is, ha úgy gondoljuk, hogy ez most nem fog menni. De azért, mert az Isten ismer bennünket. Tudja azt, hogy mire vagyunk képesek. Ő hívott el, ő állított oda arra a helyre, ahol vagyunk, amilyen szolgálatban, amilyen munkában vagyunk. Isten tudja, hogy mennyire lehet a türelmünkkel játszani. Pont annyit kell várni, amit elbírunk. Persze, ha azt nézzük, a világ számára Isten mindig késlekedik. Mindig tudna többet tenni.
Van egy régi mondás, és ez nagyon-nagyon igaz, akár a mostani helyzetünkben is. A kívánságnál a gyorsaság is késedelem. Nem tudunk olyan gyorsan megkapni dolgokat, ami nekünk elég lenne. Vagy annyit. És ezt látom a saját gyermekemen is. Amikor megkapja azt, amit szeretne, akkor már rögtön azon ötletel, hogy hú, akkor még egyet. Vagy miért nem azt? Vagy miért nem így? Kell nekünk türelemre és alázatra szoktatni magunkat. Amikor az ember olvassa itt a 37. verset, hogy eljön az, aki eljövendő, ilyenkor mindig az jut eszembe, van a Gyűrűk ura történetnek, a könyvnek, illetve a filmnek. A filmnek van egy nagyon-nagyon beszédes jelenete, amikor a várvédők készülnek a csatára, még mielőtt megkezdődne az ütközet, a támadás, a varázsló elmegy, és annyit mond az egyik szereplőnek, hogy jöttömre 5 nap múltán számítsatok pirkadatkor kelet felől. Tehát jövök, várjatok, legyetek készen. És lehet látni, annyira jól meg van csinálva a dramaturgia a filmben, lehet látni az embernek az arcán, hogy miért 5 nap? Miért pirkadatkor? Miért kelet felől? Aztán aki látta a filmet, az mindent ért, aki meg nem, annak meg elmondjuk, hogy abban a pillanatban, amikor már elbukna a vár, amikor már a várvédők azt mondják, hogy inkább kitörünk, mert legyen, aminek lennie kell, és egy ilyen szurdokban, egy ilyen nagyon meredek falu völgyben van ez a vár, amit meg kell védeni, és amikor megérkezik a felmentő sereg, akkor pont azért kelet felől és pirkadatkor jön, mert pont úgy süt be a nap abba a szurdokba, hogy a támadó hadsereg, aki innestől kezdve védekezni kényszerül, bizony elbukik, mert a nap megvakítja őket. Így utólagosan ez egy gyönyörű szép jelenet. Így utólagosan minden érthető, minden a helyére kerül. De amíg csak ott vagyunk, hogy 5 nap múlva számítsatok, meg pirkadatkor, meg kelet felől, addig bizony annyi marad nekünk, kedves testvérek, hogy ki kell tartanunk a dolgainkban türelemmel, álhatatossággal. És természetesen, látva azt az óriási sereget, amelyik ostromolja a várat, nem dőlhettek hátra a várvédők. A legtöbbet hozták ki magukból, majdhogy nem, sokan az életüket adták érte. De nagyon sokan emberfeletti erővel küzdöttek, ami persze a szabadulás, szabadítás nélkül kevés lett volna, de a kettő az így jön össze. Én oda teszem a magamét, amit tudok. A legtöbbet. És majd Isten is hozzáteszi az övét, és így lesz kerek az egész. De ez csak úgy működik, hogyha a második kulcsfogalmat is belekapcsoljuk ebbe a történetbe, mégpedig azt a reformátori alapelvet, hogy egyedül hit által működő képesek ezek a dolgok. A sola fide. Mert hát mi az igaz hit? Az igaz hit ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igében nekünk kijelentett, ám egyúttal szívbéli bizalom is, amelyet a Szentlélek ébreszt bennem, az evangélium által, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz,
ingyen kegyelméből egyedül Krisztus érdeméért. Ennyi. Az Isten fiait és a világ gyermekeit az a hit különbözteti meg, hogy mi az Isten igazságát felismertük Jézus Krisztusban, benne megragadtuk az ígéreteket és bizalmunkat belévetjük. És egyébként, hogyha valaki kedvet kapna a zsidó levél olvasásához, akkor pont ennek a szakasznak a folytatásában a 11. rész első verse így folytatódik. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Isten nem hazudik, nem csap be, igazat mond. Az én keresztény hitem azzal kezdődik, hogy őt tartom igazságnak. És azért tudom Istent igazságnak tartani, mert ismerem, személyes kapcsolatom van vele. Bizonyságom van arról, hogy amit mond, az igaz. Igaznak tartom, sőt, teljes szívből bízok benne. Erről szól ez a mai ige. És az igaz hit teljességének mindhárom mozzanatra szüksége van. Szüksége van az ismeretnek, az igaznak tartásnak és a bizalomnak. Mert billegősé válik a dolog. Mert csonka az a hit, amely csak az észt vagy az érzelmet, vagy csak az akaratot foglalkoztatja. Bizalom nélkül a hit az egy rideg ismeret, egy tudnivaló adathalmaz, amiből hiányzik a személyes kapcsolat Istennel, az életnek urával. És anélkül, hogy én megismerném az Istennek a szavát, az igét, az ige ismerete nélkül, valamiféle józanság nélküli csapongás, rajongás maradna a hit. Így kell egészben látni. És kedves testvérek, már korábban is többször megmondták, és erről már mi is bizonyságot tettünk, hogy az a hit bírja ki. Az a hit bírja ki, és áll ellent a válsághelyzetben, ahol mindhárom összetevő megvan, és az egyik erősíti a másikat. Ismerem Istent, igaznak tartom, és bízom benne. Mert ez a három együtt erősíti egymást. Mert a válsághelyzetben a labilis hit elvész. És most válságot élünk. A világ, az emberek minden válságban van. És jó lenne ezen már túl lenni. De csak úgy tudunk túl lenni rajta, ha megmaradunk. Ha megmaradunk és nem hátrálunk meg. És megint Calvin Jánost szeretném idézni, aki olyan szépen megfogalmazta az ő magyarázatában itt a meghátrálásnak a kifejezését, hogy eloldalogni. Tehát mondhatnám azt, hogy jó lenne megmaradni, és nem eloldalogni. Mert mi nem a meghátrálás emberei vagyunk. Mi nem azért vagyunk együtt, és különösen köszönöm azoknak, akik ma eljöttek ide, hogy magasztaljuk az Úr nevét. Hogyha csapások sújtanak bennünket, ha az életnek nehézségei próbák elé állítanak, ha kísértések vesznek körül bennünket, akkor együtt maradunk. Együtt maradunk, és megtartjuk magunkat, hogy nehogy elszakadjunk a Krisztus kegyelmétől. A levélnek írója azt mondja nekünk is, hogy úgy kaptátok az elhívást a szolgálatra, hogy sose hátráljatok meg. Mert a hit a lélek megmentését hozza el magával, a meghátrálás pedig a kárhozatét.
Éppen ezért, kedves testvérek, mi, akiket Isten arra méltatott, hogy az evangéliumnak a világosságát megismerjük, mert elhívott az üdvösségre. Fel kell ismernünk, hogy ennek az elhivatásnak az a célja, hogy jobban előre haladjunk az ő iránta való engedelmességen, és igyekezzünk őhozzá közelebb kerülni. Mert ebben áll az életnek igazi megnyerése. És ha itt visszakanyarodunk a nyitó gondolathoz, hogy így áll az élet igazi megnyerése abban, amit építünk itt a jelenben, a jövő egyházát. Mert ha így tesszük, akkor tudjuk elkerülni az örök élet, az örök halált, és így tudjuk megnyerni az örök életet. És a jövő egyháza pedig hirdetni fogja az Isten dicsőségét mind örökre. Amen. Válaszoljunk, testvérek, az ige megszólító szavára, énekeljük fennállva 294. dicséretünket, a 294. dicséretnek első versét énekeljük, Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Helyünket elfoglalva imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztusunk, hogy segítesz bennünket a türelemre, álhatatosságra. Elvezetsz bennünket a hitre, arra az ajándékra, amiből a kitartást, hanem meghátrálást kapjuk. Így, amikor végig gondoljuk, mire hívtál el bennünket, hol kellene nekünk szolgálatunkkal a te nagy nevedet hirdetni, van, hogy megrettenünk. Van, hogy azt mondjuk, hogy Urunk, sokat kérsz tőlünk. De aztán látjuk, hogy mennyi minden dologban megerősítesz bennünket. Látjuk, mennyi minden dolog az, amit magadra vállalsz, mi az, amit inkább te teszel meg, és ilyenkor hálásan borulunk le eléd, hogy megőriztél, hogy nem betettél el magadtól, hogy megtartottál, hogy mind a mai napig azt láthatjuk, Urunk, hogy a te kegyelmed, a te hosszú tűrésed még mindig erősebb, mint a te igazság érzeted, hogy megőrzöd ezt a világot, és lehetőséget adsz hozzád térni, hogy nálad megmaradhassunk. Ezért kérünk téged még egyszer, segítsd meg azokat, akik most nehézségeket élnek. Eléd hozzuk, Urunk, a járványhelyzet által sújtott egészségügyi dolgozókat, azokat, akik megterhelve naponként állnak be a szolgálatba, és emberfeletti munkával próbálnak mindent megtenni elesett embertársainkért. Eléd hozzunk, Urunk, a betegeket. Eléd hozzuk azokat, akik félnek és rettegnek, akik bizonytalanságban vannak, mert
nem tudják, mit hoz a holnap. Eléd hozzuk, Urunk, a megszomorodott szívűeket, a gyászolókat, azokat, akik az elmúlt napokban, hetekben kísérték utolsó földi útjukra elveszített szerettüket, és eléd hozzuk azokat is, akik az elkövetkezendő héten készülnek arra, hogy megálljanak a nyitott sír a ravatal mellett. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy nálad a mi életünk biztonságban lehet. Te vagy a jó pásztor, te vagy az, aki vezetsz bennünket. Különösen kérünk, Urunk, erősíts, bátoríts bennünket, hogy most, amikor a halál árnyékának völgyében járunk, tényleg ne féljünk a gonosztól, hanem bízunk abban a bizonyos vesszőben és botban. Bízunk abban, hogy te előttünk mész, előttünk mentél. Köszönjük, hogy húsvéti kereszt halálod és feltámadásod, ami örök életünknek záloga lehet. Ezért kérünk, erősíts bennünket elhivatásunkban, hitünkben, hogy ki tudjunk tartani veled mindvégig. Így hozzuk eléd az elkövetkezendő időszakra azokat, akiknek fontos döntéseket kell meghozniuk. Eléd hozzuk azokat, akik otthon vannak elzárva a karanténban. Eléd hozzuk azokat, a gyerekeket és szülőket, akik otthon a digitális oktatás keretein belül küzdenek és próbálnak kitartani és megtenni mindent. Hozhatnánk ide azokat, akik otthonról dolgoznak, azokat, akik nem tehetik meg, és minden nap el kell indulniuk a munkába, azért, hogy nekünk betevő falatunk legyen. Így kérünk téged, őrizd bennünket, segíts meg mindannyiunkat, hogy mindannyiunk élete hirdethesse a te nagy nevedet. Amen. Egy percre még csöndben maradva, szívünk imáját vigyük az Úr elé. Amen. Együtt imádkozzunk, testvérek, közösen fennállva az Úr Jézustól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kérem a gyülekezetet, foglalja el helyét. Énekmondással készüljünk az áldásvételre, énekeljük, kedves testvérek, a 294. dicséretünket. A 294. dicséretünknek fennmaradó kettő versét, a második és a harmadik verset. Jézus menedékem, hű oltalmam nékem. Yeah.
Fennállva vegyük testvérek Istennek áldását. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Amen. Áldás, békesség.